Egy szűk háromhetes pihenőt követően január 5-én kezdte a felkészülést a kisvárdi együttes. Az első héten a Gyulaházi edzőtáborban napi három tréninget tartott a csapatnak Rácz Sándor, azóta hazai környezetben gyűjtik az erőt lévaiék. A KKC három tesztmeccset játszott a szlovák élvonalban szereplő Bemaka Presovval, eperjesen 25-22-re és 29-22-re, kisvárdán pedig 25-22-re győzött az NB1-b keleti csoportjának jelenlegi harmadik helyezettje. A szakmai igazgató elmondása szerint, bár örültek a győzelmeknek, még nem az eredményességen van a hangsúly. Az akkumulátort töltjük, egy kicsit mélyebb állóképességi és erőmunkát végzünk. Egyrésztről most már megismertük a játékosokat és azokat a műtött érdeket, talán lehet és fontos, hogy mélyebben terheljük. Jelenleg a formába hozásnak azon fázisában vagyunk, hogy egyéni képzések most már egyre többet kapnak teret és a jövő hét végén pedig egy 8 csapatos tornára fogunk utazni. A téli szünetben egyelőre sem távozó, sem érkező játékos, nincs csak isvádai együttesnek. Egy játékossal bővült a keretünk, tehát Frank Petra csatlakozott, aki most már teljes értékű játékos. Nem használunk sokkal több játékost, tehát igazából a jobb oldalunkon vagyunk egy kicsit borotva élen táncoltatva, hisz egy jobb szélsőnk van nem zártuk le még annak lehetőségét, hogy oda bárkit is hozzunk, mert ha véletlen megsérül, akkor belegondolni sem szeretnék, hogy mi történik. Illetve a taktikai tárházunkon apró finomításokat és hozzáadásokat fogunk meg már végzünk, mint támadásban, mint védekezésben. A bajnokság február 6-án folytatódik. A kisvári kárci a tavaszi nyitófordulóban kecskeméten lép majd pályára.